Bár a felkészülést majd csak a hónap végén kezdik hivatalosan a nyíregyházi kosarasok, a csapat kerete szinte már teljesnek mondható. Egy légiós érkezik még a kék cápákhoz, de a magyar játékosok száma már nem bővül tovább. Utolsóként a 20 éves Vida Zoltán kötelezte el magát a klub mellett. Mint Sitko Ernő, szakmai igazgató elmondta, az új játékos szerződtetése beleillik abba a koncepcióba, amely a saját nevelési kosarasok szerepeltetését tartja a legfontosabbnak. Amit tudni kell róla az az, hogy itt nevelkedett nálunk szintén Nyíregyházán, és nagyon örülök annak, hogy újra egy olyan játékos tér vissza hozzánk, aki nálunk nevelkedett. Az előző évet Amerikában töltötte. Reméljük, hogy sokat tanult Amerikában, és azt majd át fogja tudni adni nekünk is, és hasznos tagja lesz a csapatunknak. Ő 1-es-2-es poszton használható, és úgy gondolom, hogy szükséges is az, hogy ezt a területet erősítsük, illetve az edzések minősége is nagyon fontos, és hogyha sokan vagyunk, akkor sokan jó szinten játszó játékosok vannak, akkor úgy gondolom, hogy komolyabb munkát tudunk végezni. Illetve egy másik tényező is nagyon fontos, amikor a tavalyi bajnokságot elkezdtük, az elején nem igazán találtuk azokat az embereket, akik a padról bevethetőek és tudnak segíteni a csapaton. És ugye tudjuk, hogy az első 11 fordulóból 5-öt veszítettünk, viszont amikor megtaláltuk azokat az embereket, akik a padról bejövet is tudtak hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Onnantól kezdve azért kezdett kisimulni a csapat teljesítménye, és egyre jobban tudtunk játszani. Ezért is szeretnénk, hogy hosszú legyen az a rotáció, akiket be lehet küldeni a pályára. A kosárlabdával Vajda Tamás kezei alatt megismerkedő fiatalember elmondása szerint sokat fejlődött az Egyesült Államokban eltöltött idő alatt. Amerikában voltam ugye most egy teljes szezont, 7 hónapot, Floridában, Daytona Beach-en. Egy ilyen akadémián voltam, ahol azzal foglalkoztak, hogy a játékosokból a maximumot kihozni, és nagyon sok edző foglalkozott velünk, akik NBA draftra is készítenek fel játékosokat, és így a maximumot hozták ki belőlünk, rengeteget fejlődtem, rengeteg új dolgot tanultam kint, és ezt nagyon remélem, hogy itt majd tudom kamatoztatni a magyar bajnokságba is, és a magyar játékosokkal is. A hétvégén, szombaton és vasárnap a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által akkreditált edzőképzést tartanak a Continental Arénában. Általában ez kétnapos szokott lenni, reggel 9-kor kezdődik regisztráció, majd a regisztráció után jönnek az előadások. Bizonyos korosztályoknak szólnak ezek az előadások, de igazából én azt szeretném, hogyha mindenki figyelne rá. Egy picit átalakult az elmúlt időszakban a bemelegítés, picit más területre helyeződött a kondicionáló jellege is a kosárlabdának. Az egész kosárlabda a fizikumról szól, aztán csak utána jönnek a technikai dolgok, és szeretnénk, hogyha egy kicsit belelátnának az érdeklődők abba is, hogy a Blue Sharks milyen taktikával és milyen körülmények között dolgozik. Az elmúlt héten az MKOS elfogadta az NB1B verseny kiírását. Ez szerint úgynevezett piros és zöld csoportra válik ketté a mezőny. A kék cápák a felsőháznak számító piros csoportban szerepelnek majd, többek között az élvonalban bennmaradó, de később visszalépő Vasas társaságában. A 26 meccses alapszakaszt követően az első 8 helyezett játszik majd a feljutásért.